egyházi szerepvállalás. További 8 intézmény fenntartását veszi át a közeljövőben a Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálat, közölte Kocsis Fülöp érsek metropolita. Rekord napraforgó termés. Az egész ország területéről mintegy 2 millió tonna termés mennyiségre számítanak a gazdák az olajos növényből. Elkerülhető a büntetés. Bírság fizetése nélkül kaphatnak fennmaradási engedélyt azok a kutak, amelyeket idén június 4-e előtt illegálisan fúrattak. További 8 intézmény fenntartását veszi át a közeljövőben a Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálat, közölte Kocsis Fülöp érsek metropolita Mária Pócson. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A szolgálat 5 éves fennállását ünnepli idén, jelenleg 3 megyében végeznek szociális és gyermekvédelmi tevékenységet. Itt Mária Pócson alapították a Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálatot még 2010-ben, azzal a céllal, hogy két nagyágban, a szociális tevékenységekben és a gyermekvédelemben nyújtson hatékony segítséget. A szolgálat pártfogójának Szent Lukácsot, orvos ikonfestőt választották. A közeljövőben további 6-8 intézmény fenntartásának átvételét tervezik. Főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Hajdú-Bihar megyében voltak otthonaink, intézményeink, és természetesen Borsodban a Miskolci Egyház megye vezetése alatt. És a kormány szándéka is ez, hogy újabb és újabb otthonokat, szociális intézményeket szeretne az egyházra rábízni, ezzel mi elég erősen együttműködünk. Nem vagyunk mohók egyáltalán, tehát amikor arról van szó, hogy valamilyen intézményt átvegyünk, akkor hát nagyon fontos az ottaniaknak az együttműködése, és mindig az a célunk, hogy azt keresztényé tudjuk tenni, az Isten országának egy földi megjelenítésévé tudjuk tenni. Jelenleg 10 településen 10 intézmény fenntartása tartozik a feladataik közé, közölte Ungvári Sándor a szeretetszolgálat igazgatója a Mária Pulcsi konferencián. Ezek között gyermekvédelmi központok, idősek otthona és családok átmeneti otthona is működik. Legnagyobb eredményüknek a nyírszülősi leányotthon létrehozását véli az intézményvezető, ahol már 16 gyermek született. A szakmai ismeretek az indulásnál hiányosak voltak, viszont olyan helyeken vállalták a feladatokat, ahol nagy volt a szükség, tette hozzá Ungvári Sándor. Fülöp atya megalapította a szeretetszolgálatot azzal a célnal, hogy az egyház legyen karitatív és szociális feladatait koordinálja. Ez akkor nem derült ki másban, mint az egyházközségi házi segítségnyújtó szolgálatok koordinálása, a beindítás segítése és ugye a működésének a támogatása. Az alapítás követő 3 éven belül 10 intézmény fenntartója lettünk, és azóta is végeztük a fenntartói feladatainkat. Nagy bátorsággal, de nem vakmerőséggel vállaltuk ezeket a feladatokat. A Mária Pulcsi konferencián Bódi Éva, az ELMI főosztályvezetője ismertette a szociális ellátórendszer átalakítását és a gyermekvédelmi törvénymódosító csomagot. Előbbi egyik főbb témája a támogatott lakhatás könnyebb elérhetősége, tette hozzá. Egy másik kiemelkedő pont azokat a hajléktalanokat érintheti majd, akiknek csak lakhatási ellátás szükséges. Szociális segítségnyújtás viszont nem, így akár külső férőhelyeken is elszállásolhatják őket. A gyermekvédelmi törvénymódosításban 2 pillér változhat. Az egyik, hogy az eddig 2 szintű gyermekvédelmi jelzőrendszer 4 szintűvé válik, és a megyei kormányhivatalok is belekapcsolódnak a jelzőrendszeri munkába, illetve országos szinten a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, majd későbbiekben januártól fölváltja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, akik már most is ugye a módszertani hírleveleket, protokollokat kiadták. A másik nagy téma az pedig hasonló a hajléktalanok átmeneti otthonainál elhangzott lakhatási külső férőhely szolgáltatásnál, ez a családok átmeneti otthonainál is megjelenítjük ezt a szolgáltatási formát, amikor a családok már külső férőhelyen lakásban lehetnek. Ez 2018. január 1-től lép életbe. A Mária Pulcsi konferencián elhangzott, a szakmai munkán túl a szociális segítségnyújtás fontos tevékenysége a különböző programok szervezése, az ellátottak és a dolgozók között. Több mint 8 millió választópolgár szavazhat a vasárnapi népszavazáson. Október 2-án a választók voksait több mint 10 000 hazai szavazókörben összesítik majd. 105 külképviseleten személyesen a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők levélben szavazhatnak.
A mozgóorna iránti kérelmeknek legkésőbb szeptember 30-án 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelem online is benyújtható a választás.hu oldalon, mint ahogyan át is lehet jelentkezni másik névjegyzékbe ezen a felületen. Szeptember 30-án pénteken 16 órakor zárul a szavazási névjegyzék. Ez azt jelenti, hogy aki Magyarországon kívánt szavazni, de nem a magyarországi lakcímén, még egyszer hangsúlyozom, pénteken 16 óráig nyújthatja be kérelmét átjelentkezésre. Ez a határidő érvényes arra is, hogy az átjelentkezési kérelmet módosítsa vagy visszavonja. Ezt követően a Nemzeti Választási Iroda zárja a névjegyzéket. Voksoljanak érvénytelenül, vagy dobjanak üres borítékot a szavazó urnákba október 2-án. Erre buzdítja a választópolgárokat a Magyar Szocialista Párt. Az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke hozzátette, szerintük nem egy népszavazás oldja meg a migrációs problémát Magyarországon. A kormány más megoldást is találhatott volna erre a kérdésre már korábban. Veres János úgy véli, a vasárnapi népszavazásnak mindössze elterelő figyelme van. Ha elmennek, akkor vigyék haza a szavazólapot, vagy rontott módon szavazzanak, azaz mind a két körbe tegyenek egy-egy X-et, és ebben az esetben rontottnak minősül a szavazatuk. Tesszük mindezt azért, mert úgy ítéljük meg, hogy ez a népszavazás ez nem egy valóságos kérdésről szóló népszavazás. Ha ebben a kérdésben a kormány megoldást akar, akkor azt egyrészt parlamentben is minden további nélkül megfelelő többséggel meg tudja szavazni a parlamenti többség, hogyha törvényjavaslatot tesz a kormány. Nettó 116 ezer forint a havi átlagkereset Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg Budapesten 222 ezer forint, ez közel 100 ezres jövedelemkülönbséget jelent, mondta Smuk Erzsébet, az LMP frakció vezetője nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A politikus szerint nagy a szóródás az átlagkeresetekben, ami miatt egyes régiókban alig van szakképzett munkaerő. Az LMP szerint, mivel a hazai kis és közepes vállalkozások a nagy járulékterhek miatt nem tudnak többért fizetni, a multicégek járnak jól. A tájékoztatón elhangzott, az LMP törvényjavaslatot nyújt be a bérkülönbségek csökkentésére. Az LMP három kulcsos személy jövedelemadót vezetne be, ami azt jelenti, hogy a minimálbérig adómentessé tennénk a jövedelmet, a minimálbér és az átlagbér között, tehát azt a sávot 12%-osá, és az átlagbér felett emelnénk csak 24%-kal. De összességében az embereknek, akik átlagbér fölött nem túl magasan vannak, tehát mindenkinek csökkenne az adóterhe is, ugyanis az adó, a munkavállalók adójárulékát is csökkentenénk 18,5%-ról 12%-ra, és a kettő együtt a munkavállalói járulékoknak és a többkulcsos személyi jövedelemadónak a bevezetése azt jelenteni, hogy aki ma minimálbért keres, az 23 ezer forint nettóval vinne többet haza, és aki pedig átlagbért keres, annak a jövedelme 37 ezer forint nettóval növekedne. Rekord napraforgó termés várható. Az egész ország területéről mintegy 2 millió tonna termésmennyiségre számítanak a gazdák az olajos növényből. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is növekedett a termőterületek aránya. 51 ezer hektárról takarítanak be ősszel napraforgót. Az árakra sem panaszkodnak a gazdák, jelenleg 9-10 ezer forintos tonnánkénti áron szerződnek. Szeptember végére az ország egész területéről a magtárakba kerülhet a napraforgó, a betakarítás még tart, de már látszik, hogy idén rekordtermés várható napraforgóból. Így becsülték a nyár végén a gazdák is. Elképzelhető, hogy a rekord lesz az ország életében az évben, és 650 ezer hektár fölött van napraforgó elvetve, és 3 tonna átlaga beszorozók 2 millió tonna termés körül becsültek a szakemberek. 3,1-3,2 tonna hektáronként ekkora termésmennyiségre számítanak megyénkben. A tavalyihoz képest növekedett a termőterületek aránya is. 51 ezer hektárról takarítják be a növényt, és a jó hozam, valamint a kedvező felvásárlási árak miatt is a következő években várhatóan tovább növelik a napraforgós termőterületek arányát a szabolcsi gazdák. A vetésváltások miatt bekövetkezik most már, hogy be kell iktatni egy napraforgót is. Eddig ettől a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek egy kicsit vonakodtak,
de most, ahogy stabilizálódni látszik az ára, én úgy látom, hogy egyre többen fognak, ez a repce is ezt mutassa, és a tavaszi időben a napraforgó is várhatóan ezt fogja hozni. 9500 és 10000 forint tonnája az olajos növénynek, aki tehette, már a nyár végén leszerződött, akkor még ettől is jobb áron lehetett értékesíteni. Én úgy gondolom, hogy már ez nem fog változni, úgy stabilizálódott ez a helyzet. A nyár környékén, akiknek sikerült leszerződni, azok még 11000 fölött is sikerült szerződni, és akkor visszajött ilyen 9000 környékére. Most úgy tűnik, hogy azért ez a 9002-t hallani a legkevesebbet, de 9005 és 10000 között. Ősszel több növénykultúránknak is kedvezett az időjárás. A napraforgó, amikor növekedési fázisban volt, mindig kapott egy kis csapadékot, a betakarításkor pedig száraz volt az időjárás. A növény szárítást sem igényelt. Az ültetvények közel 76%-án már végeztek a betakarítással. Országos viszonylatban közel 2 millió tonna terméshozammal számolnak. Ezzel idén Európa legnagyobb napraforgó termelője lehetünk. Bírság fizetése nélkül kaphatnak fennmaradási engedélyt azok a kutak, amelyeket idén június 4-e előtt illegálisan fúrattak. A bejelentéseket a jegyzőnél vagy a katasztrófavédelemnél tehetik meg a tulajdonosok, akiknek utólagosan kell elvégeztetniük az engedélyezési eljárást. Ebben a gazdaságban szabályosan használják a fúrott kutakat, rendelkeznek minden szükséges engedéllyel. Azonban vannak olyan gazdák, akik illegálisan használnak kutakat öntözéshez vagy állattartáshoz, és a kertesházak tulajdonosai sem minden esetben jelentették be a kútfúrást a kertjükben. Egy törvénymódosítás miatt azonban ezt most büntetés nélkül pótolhatják. A vízjogi szabályozásban valóban 2016. június 4-e előtt, aki engedély nélkül fúrott kutat vagy egyéb vízi létesítményt létesített, ő most lehetőséget kapott arra, hogy 2018 évvégéig legalizálja ezt. Ezt megteheti akár a jegyzőnél, illetve akár a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vízügyi hatóságán. Ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kölcsei utca 12-17 szám alatti épületben ügyfélfogadási időben megteheti, illetve a katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági osztályán, valamint ugye a település jegyzőjénél. Az illegálisan fúrott kutak tulajdonosait korábban 100 000 és 1 millió forint között büntették, attól függően, hogy évente mennyi vizet használtak. Csak a szankciómentesség arra vonatkozik, hogy önként jelenti be ezt a kutat, és természetesen azokat az eljárási folyamatokat, szakhatósági engedélyeket elő fogják neki írni, mintha egyébként, ha valaki ezt legálisan próbálja meg elrendezni. A legalizált kutak tulajdonosai a büntetés elkerülése mellett indulhatnak a vidékfejlesztési program vízgazdálkodási pályázatain, amelyre mintegy 50 milliárd forintnyi Európai Uniós keret áll rendelkezésre. Biciklist ütött el egy személy gépkocsi ma délelőtt a 36-os számú főúton. Az autó éppen egy mezőgazdasági gépjárművet előzött, amikor egy előhaladó kerékpáros figyelmetlenül kanyarodott balra. Az autóvezetője már nem tudta elkerülni a balesetet, a biciklist súlyos sérülés gyanújával szállították kórházba. Könyvsorozat készült óvodai pedagógusok számára, amelyekből meséken keresztül érthetik meg a jog alapvető működését a gyermekek. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Két éremmel tért haza a zágrábi nemzetközi tollaslabda versenyről a nyíregyházi Szent Páli Marcell. Az NVSC sportolója egyéniben az első helyen végzett, párosban pedig bronzérmet szerzett. Jakabné Keul Andrea tanítványát korosztályában megválasztották a torna legjobb játékosának. A görög katolikus pap válogatott győzött a magyar jogász egylet válogatottja ellen a két csapat futballmeccsén. A vásáros neményben megrendezett találkozó 5-1-es végeredménnyel zárult. Az alapvető jogokat, az egymás iránti tiszteletet, az emberi méltóságot, a bántalmazás tilalmát, vagy éppen az egészséges élethez való jogot már az óvodás korban meg kell tanulniuk a gyermekeknek. Hangzott el az Országos Betegjogi, Ellátott Jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ nyíregyházi előadásán. Éppen ezért egy olyan könyvsorozatot készítettek óvodai pedagógusok számára, amelyekből meséken keresztül érthetik meg a jog alapvető működését a gyermekek.
Országjáró roadshow-ra érkezett Nyíregyházára az Országos Betegjogi, Ellátójogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. A programsorozat célja, hogy az óvodásokkal egy frissen készült könyvsorozaton keresztül ismertessék meg az alapvető emberi jogokat, és ezzel jogtudatosabb felnőtteket neveljenek belőlük. A szervezet szerint erre leginkább a meséken keresztül van lehetőség. A mesevilága az, ami a gyerekekhez igazán közel áll. Ezek a történetek úgy lettek megfogalmazva, hogy a gyerekek számára érthető módon a saját élményvilágukhoz kapcsolódó történeteken keresztül mutatjuk be azokat az alapvető emberi jogokat, amik az életükre a legjellemzőbb. Az OBDK valamennyi megyeszékhelyre ellátogat, és az összes óvoda számára eljuttat 2 darab ingyenes példányt a kötetből. Az óvodai dolgozókat útmutatókkal és pedagógiai módszertani anyagokkal segítik, hogy ők is megértsék és könnyebben átadják, a meséken túl miről is szólnak a történetek. Azokról az alapvető jogokról, amiket mi nagyon fontosnak tartottunk, mint az egymás iránti tisztelet, az emberi méltóság, a bántalmazás tilalma, az egészséges életmódhoz való jog, de beszélünk a tulajdonjogról, és ami kiemelten fontos az az, a bántalmazás tilalma, hogy ma Magyarországon egyetlen egy gyereket senki nem üthet meg, semmilyen formában nem lehet bántalmazni, és ez a szülőkre is vonatkozik, illetve ami nagyon fontos üzenetünk, hogy a gyerekeknek, hogy merjenek szólni, mert hogy a felnőttektől kérjenek segítséget. A néhány oldalas képekkel illusztrált meséket Boldizsár Ildikó mesekutató és meseterapeuta készítette. Két éremmel tért haza a zágrábi nemzetközi tollaslabda versenyről a nyíregyházi Szent Pálin Marcell. Az NVSC sportolója egyéniben az első helyen végzett, városban pedig bronzérmet szerzett. Jakabné Keul Andrea tanítványát korosztályában megválasztották a torna legjobb játékosának. 16 ország 260 tollaslabdázója lépett pályára a Zagreb Open elnevezési utánpótlás versenyen, ahol 5 korcsoportban mérték össze tudásukat a fiatalok. A magyar küldöttségben ott volt a nyíregyházi Szent Páli Marcell is, aki az U11-es korosztályban a legjobbnak bizonyult. Az ELK 5-es diákja a csoportmeccseket követően a döntőbe jutásért szlovák ellenfelét verte 2-0-ra, majd a fináléban olasz riválisát múlta felül 2-1-re, így megszerezte az aranyérmet. A csoportban nehéz volt, egy olasztól kikaptam, de egy horvátot megvettem, úgy jutottam ki, és utána egy szlovákkal és egy olaszsal játszottam. Nehéz volt a döntő, 3 szetbe tudtam megnyerni. Szent Páli Marcellt az U11-es korosztályban a torna legjobb játékosának választották a szakemberek. Jakabné Keul Andrea tanítvány a párosban érdi partnerével a 3. helyen végzett. Az edző szerint a fiatal tollaslabdázó szorgalma és tudatossága a sikerek záloga. Marcell 4 éve tollaslabdázik az NVSC-ben, Zelkben kezdte a pályafutását. Rendkívül szorgalmas és tudatosan készülő gyermekről van szó. Diákolimpiákon is már nagy sikereket ér el. Szerintem szép jövő áll előtte. Marcell célja, hogy az őszi válogató versenyen bekerüljön a nemzeti csapat keretébe, később pedig pályára lépjen az U15-ös Európa-bajnokságon. Addig a diákolimpiákon és a hazai, illetve nemzetközi versenyeken gyűjtheti az érmeket az NVSC tollaslabdázója. A görögkatolikus pap válogatott győzött a magyar jogász egylet válogatottja ellen a 2 csapat futballmeccsén. A vásáros naményban megrendezett találkozó 5-1-es végeredménnyel zárult. Közel 20 éves múltra tekint vissza a paragrafus kupa, amelyen a közigazgatásban érintett szervezetek tagjaiból összeállított futballcsapatok mérik össze tudásukat. 5 évvel ezelőtt az országban egyedülálló kezdeményezésként a kupa válogatottja a görögkatolikus pap válogatott ellen lépett pályára. Azóta minden évben találkozik a 2 csapat, idén vásárosnamény adott otthont a mérkőzésnek. Hosszú meccsen sokszor többen összejönnek, még attól is többen, mint amennyien a templomba, de igazából szeretnénk a közösséget nem csak a templomban építeni, hanem a falakon kívül is. És hát azt hiszem, hogy ez remek alkalom arra, hogy itt az egyház a fiatalokkal találkozzon, meg hát nem csak, hogy találkozzon, mert sokan közülük az egyháznak a építői tagjai. A mérkőzés előtt a jogász válogatott még veretlennek vallhatta magát, ugyanis 2 döntetlen mellett 3-szor ők nyerték meg a 2 csapat meccsét.
nagyon komoly erőpróbák voltak eddig is, minden mérkőzés nagyon szoros volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne tette volna meg mind a két csapat a magáit azért, hogy megnyeri az adott mérkőzéseket, és szerintem izgalom is volt, és talán a szakmaiság is rendben volt, mert igyekezett mindenki jól futballozni. A hatodik találkozón megtört a jég, a görög-katolikus PAF válogatott ugyanis 5-1-re nyert, megszerezve első győzelmét a párharcban. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. További 8 intézmény fenntartását veszi át a közeljövőben a Szent Lukács görög-katolikus szeretetszolgálat, közölte Kocsis Fülöp érsek metropolita Mária Pócson. A szolgálat 5 éves fennállását ünnepli idén, jelenleg 3 megyében végeznek szociális és gyermekvédelmi tevékenységet. Rekord napraforgó termés várható, az ország területéről mintegy 2 millió tonna termés mennyiségre számítanak a gazdák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is növekedett a termőterületek aránya, 51 ezer hektárról takarítanak be ősszel napraforgót. Az árakra sem panaszkodnak a gazdák, jelenleg 9-10 ezer forintos tonnánkénti áron szerződnek. Bírságfizetése nélkül kaphatnak fennmaradási engedélyt azok a kutak, amelyeket idén június 4-e előtt illegálisan fúrattak. A bejelentéseket a jegyzőnél vagy a katasztrófavédelemnél tehetik meg a tulajdonosok, akiknek utólagosan kell elvégeztetniük az engedélyezési eljárást. Friss hírekkel szerda este várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is marad a napos idő, egy anticiklon peremén többnyire alacsony nedvesség tartalmú levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, így folytatódik a csendes őszi időjárás. A hűvös hajnalt átlagos hőmérsékletű nappal követi. Éjjel derült idő várható csapadék nélkül, a változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben fátyolfelhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A nyugati szél időnként megélénkül, délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Délnyugati áramlással a következő napokban egyre melegebb levegő érkezik fölénk. Enyhébbek lesznek az éjszakák, napközben pedig akár 25 fokig is emelkedik a hőmérséklet. Szombatig marad a jellemzően gyengén felhős, alapvetően napos idő, de vasárnap már több lesz a felhő, és egyre több felé várható eső, zápor, néhol zivatar is lehet.